Az UNEXAP csapata a nyugat-ukrajnai Aknaszlatina sóbányáját készül felderíteni. A járatokat egy baleset következtében elárasztotta a víz. A bánya évszázadokon keresztül komoly bevételeket hozott, ám jelenleg környezeti veszélyt jelent. Mivel a vágatok fala sóból van, a víz folyamatosan gyengíti azok struktúráját, ami a felszínen veszélyes beszakadásokhoz vezet. A rozsdás és lepusztult gépházak árnyékában, a 9-es aknánál a csapat felállítja az irányító központot és a robot vízbe juttatásához szükséges rendszert. A pusztulás mértéke már a felszínen is szembeötlő. Azt pedig senki sem tudja, hogy a mélyben lévő alagutak falai és a tartóoszlopok meddig bírják, mielőtt újabb omlás történik, elnyelve a felszínen lévő házakat és sós vízzel árasztva el a Tiszát. Nyilvánvaló, hogy mielőbbi állapotfelmérésre van szükség. A merülés mindenki, így a robot számára is komoly kihívást jelent. Már a víz megközelítése is merész vállalkozás, nem beszélve a víz alatt leselkedő veszélyekről. Az akna több mint 400 méter mély. Ráadásul a látótávolság is csekély, így a merülés során leginkább a szonárképekre kell hagyatkozni. A víz sótartalma a mélységgel változik. A felszínen édes víz, míg a mélyben nagyobb felhajtó erejű túltelített sóoldat található. A robot nagyjából a kettő közé van kiegyensúlyozva. A különbséget elvileg motorerővel kellene kompenzálni. Ez persze hatással van a manőverezési képességekre is, és az is kiderül, hogy az aknában rengeteg akadály nehezíti a haladást. A csapatnak így egy másik módszert és egy alkalmasabb bejutási pontot kell keresnie, ha el akarják érni az aknaszlatinai sóbánya mélyebb járatait. Tél van. Az UNEXAP csapat visszatért az aknaszlatinai sóbányához. Felkészültek a föld alatt és a felszínen uralkodó mostoha körülményekre. A merülés helyét jelentő akna túltelített sóoldattal van tele, de a felső 100 méterén az oldatot a felszínről érkező vizek felhigítják. A csapadék nem csak odalent jelent nehézséget, de aktuálisan a felszíni tartózkodást is igen kellemetlenné teszi. A sűrűségváltozás okozta probléma kezelésére a csapat egy újszerű megoldást talált ki. Egy ketrecben fogják leereszteni a túlsúlyozott UX-1 NIO robotot a mélyebb részekig, ahol a sóoldatban már elvileg lebegni fog. Ez nem egy egyszerű ketrec. Saját meghajtórendszere van a navigáláshoz. Erre azért van szükség, mert az egyenes vonalú süllyedés nem lehetséges a belógó acélgerendák miatt. A biztonság kedvéért a csapat felméri a terepet egy kisebb robottal. Ilyen módon csak a felső 100 métert tudják átnézni, mert a lejjebb elhelyezkedő sóoldatba már lehetetlen behatolni ezzel az eszközzel. Míg a legtöbben azzal vannak elfoglalva, hogy a UX-1 NIO-t felkészítsék a legnehezebb merülésre, amit valaha megpróbáltak, mások egy helyi bányamérnökkel azt próbálják kideríteni, hogy hol lehetne bejutni valamelyik oldaljáratba. Úgy tűnik, erre 370 méter mélyen van az egyetlen lehetőség. Thank you.
hosszadalmas és óvatos leereszkedés után végül elérik a megcélzott mélységet, és megtalálják az oldaljárat nyílását. Végre kiengedhetik a robotot a ketrecből, és megindulhatnak a vágatban. Kezdetben úgy tűnik, hogy a járat jó állapotban van. Ez nem is annyira meglepő, hiszen meg van erősítve betonnal. Később azonban megváltozik a helyzet. Sajnos a szonárok képe alapján az alagút további szakasza járhatatlan. Úgy tűnik, vissza kell fordulni. Visszafelé jövet a robot bajba kerül. Az optikai kábel felakad egy a mennyezetből kiálló vasdarabra. Semmilyen más szerkezet nem lenne képes eljutni erre a részre. Az egyetlen megoldás az, hogy a robot irányítója és a kábel kezelője összehangolt mozdulatokkal megpróbálja kiszabadítani a vezetéket. Végül sikerül visszatérni az aknába, és egy sima dokkolás után elkezdődhet a felszínig tartó utazás. Az átjárhatatlan járatszakasz elég nagy csalódást jelent, mivel ez a küldetés végét jelenti. Mindent egybevetve azonban az UNEXAP csapatnak sikerült értékes információkat szereznie a bánya állapotáról, arról nem is beszélve, hogy sikeresen teljesítették az egyik legnehezebb robotos merülést, amit valaha végrehajtottak.